Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Döbbenetes, hogy a kormány és a köztársasági elnöki hivatal is úgy tesz, mintha nem is lett volna ENSZ közgyűlés. Pedig, ha a pandémia szerződést és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat elfogadják a WHO égisze alatt, az rendkívül brutális mértékben fogja a magyar nemzeti szuverenitást sérteni és az emberi szabadságot korlátozni. A világ történelemben először szerepel egy ilyen nemzetközi dokumentumban a világ kormányzás kereteinek a megalapozása. Szó szerint ezt írták le benne, és idézem, arra készül a WHO, hogy felülbírálhassa a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit. A nyári ülésszak során igyekeztem a külügyminisztériummal erről egy értelmes párbeszédet kezdeni, de az államtitkáruk sajnálatos módon legyurcsányistázott engem. Remélem, hogy ön nem ezen a szinten van, miniszterelnök úr. Arra kérem, miniszterelnök úr, hogy biztosítsa a magyar embereket, hogy tiltakoznak a világkormány létrehozása ellen. Azt kérem, miniszterelnök úr, hogy a magyarok egészségügyi adatait semmilyen, pláne nem a Big Pharma által nyíltan pénzelt nemzetközi szervezetnek ne adják ki. Azt várjuk el, miniszterelnök úr, hogy ne engedjék meg, hogy egy etióp marxista terrorista, Tedros Ghebreyesus, veszélyhelyzetet hirdethessen ki Magyarországon, és dönthessen arról, hogy milyen egészségügyi intézkedéseket kell a magyar államnak kötelezően végrehajtania. Azt várjuk el, miniszterelnök úr, hogy ne vezessék be Magyarországon a globális egészségügyi bizonyítványokat, és ne kapjon a WHO ellenőrzési jogokat nemzeti erőforrások felett, mert ezek mindegyike szó szerint szerepel ezekben a dokumentumokban, amelynek az egyikét már el is fogadták az ENSZ közgyűlésen. Első körben november 30-áig van lehetősége a magyar kormánynak is tiltakozni ezen tervek ellen, illetve a végső elfogadásukra jövő év májusában kerül sor, akkor, hogyha önök nem lépnek fel az ENSZ-ben, illetve minden nemzetközi szintéren ezzel szemben. És ezt nem csak a saját pártom nevében kérem öntől, miniszterelnök úr, hanem annak a több tízezer embernek a nevében is, akik már csatlakoztak a Mi Hazánk Mozgalom aláírás gyűjtéséhez ebben az ügyben. A globalistákkal való szembenállás mellett a gazdaságunknak az élelmiszer önrendelkezésre való áttérése is rendkívül fontos ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a szuverenitásunkat, illetve Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is szükség van arra, hogy a készpénzhasználat jogát az alaptörvényben védjük meg. És szeretnék még egy olyan ügyre rátérni, miniszterelnök úr, amiről ön fájó módon egyáltalán nem beszélt, én viszont meg fogom tenni, ez pedig a demográfiának a kérdése. Az elmúlt 30 évben a tudatos gyermektelenség ideológiája Magyarországon is megjelent, és elképesztő mértékű változás állt be a családok összetételében. 1990-ben Magyarországon a 30 éves nőknek mindössze 13%-a volt gyermektelen, most már, miniszterelnök úr, 56%-a. Egy SZIA kedvezmény kevés lesz ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk. Ön arról beszélt a Kossuth Rádióban 10 nappal ezelőtt, hogy szemléletváltásra van szükség ezen a téren, és ezzel jó magam is nagyon nagy mértékben egyetértek. De miniszterelnök úr, ha valakinek, hát önnek és a kormányának lett volna és lenne bőven erőforrása arra, hogy élen járjon ebben a szemléletváltásban. Önnek tiszta a lelkiismerete? Ön úgy érzi, hogy mindent megtettek azért, hogy a magyar fiatalok a családot az életük leggyönyörűbb küldetésének, kihívásának tekintsék? Én őszintén hiszek abban, miniszterelnök úr, hogy egy nő számára nincsen gyönyörűbb érzés, mint hogy életet ad valakinek. És abban is őszintén hiszek, hogy nincs férfiasabb kihívás, mint apának lenni. De szemmel láthatóan a mi fiataljaink nem így érzik. Minden harmadik magyar fiatal tudatosan gyermektelen akar maradni. Mit tettek önök azért, hogy ez megváltozzon? Mit tesznek azért, hogy ez ne így legyen?
mert önöknek 2010 után szemmel láthatóan volt családpolitikai stratégiája, és most szemmel láthatóan, miniszterelnök úr, nincsen. A csok helyett hónapokig nem tudnak megszülni semmit, kapkodnak, adhok jelentgetnek be dolgokat. És azok a súlypontok, amelyeket a 2010-es években a családpolitika középpontjába állítottak, ma már helytelenek. Nincsen most arra időm, hogy ezt kifejtsem részletesebben, de ha megengedi, akkor írásban eljuttatok egy összefoglalót önnek erről, mert újfajta megoldásokra van szükség, mert egy nő élete ma már egészen más, mint amilyen 1990-ben volt, de egészen más ahhoz képest is, mint amilyen 2010-ben volt. És tudja, miért beszélek erről a kérdésről ilyen hosszan? Mert tavaly a magyar lakosság lélekszáma 90 ezerrel csökkent. Tudja, mikor volt ilyen utoljára? 1956-ban. 1956 óta nem szenvedett el Magyarország akkora népességcsökkenést, mint amit a 2022-es évben. Akkor 200 ezer ember elmenekült innen a kommunisták miatt, tavaly 90 ezerrel csökkent a népességünk. És ez nem a születések és a halálozások számának radikális megváltozásából ered, hanem ebből a 90 ezer emberből 50 ezeren elhagyták Magyarországot. Akkor, amikor önök 500 ezer vendégmunkás betelepítését tervezik Magyarországra 10 éven belül, innen az emberek elmennek nyugatra. Egy lakosság csere zajlik, de nekünk nincsen szükségünk ezekre a vendégmunkásokra, nekünk azokra a magyarokra van szükségünk, akik elmennek innen, miniszterelnök úr. Ne hajtsanak végre lakosságcserét, mert akkor Magyarország egy másik ország lesz. A KSH előrejelzései szerint 2050-ben 8,5 millióan fogunk lakni Magyarországon, és a lakosság 40%-a lesz eltartott, és hogyha ezt a vendégmunkás betelepítést valóban végrehajtják, akkor nagyjából 15%-a a lakosságnak idegen kultúrából fog érkezni. Ez az önök ajánlata a magyaroknak? Radikális változtatásra van szükség a családpolitikában, miniszterelnök úr, mert ha ezt a politikát folytatják, akkor Magyarország nem lesz olyan, mint amilyen most. Mi a mostanit szeretnénk megvédeni és gyarapítani, ezt várjuk el önöktől is. Köszönöm a figyelmet!